Köszöntöm Önöket, ez a 2021-es esztendő első szökkenő vándora, és ahogyan ígértük, a legszebb pillanatokat mutatjuk be az elmúlt esztendőből, annak ellenére, hogy nagyon sok nehézséget hozott a világnak a koronavírus. Természetesen itt van velünk dr. Magyar Zoltán, a Magyar Torna Szövetség elnöke is. Elnök úr, voltak nehéz időszakok, voltak kicsit könnyebb időszakok az elmúlt esztendőben, de hogyan értékeled a 2020-as évet? Békeidőkben még a TF-hez látogattunk el, ott mutattuk be az ottani munkát, utána egy ritmikus gimnasztika edzést mutattunk be, és aztán beütött a Covid. Utána jött egy olyan, amire hát viszonylag büszkék vagyunk, hogy a legjobban szerveztük meg az úgynevezett online edzéseket, amiket be is mutattunk, tehát több klubhoz elmentünk, bemutattuk, hogy a televízión keresztül milyen kapcsolatban vannak a versenyzőikkel, hogy tudják őket mozgatni, milyen terhelések vannak, akkor bemutattuk ugye Győrből, hogy a Mészáros Krisztófer lovat vitt haza a saját lakásába, meg bordásfalat, meg erősítőket, tehát ezeket tudtuk bemutatni. Amikor kicsit felszabadultunk, ugye a nyári időszakban, akkor kicsit szabadabban dolgokat is be tudtunk mutatni, de ahogy elértünk ugye a versenyidőszakra, először a Szombathelyi Világkupát, ami nagyon-nagyon jól sikerült, utána az országos bajnokságot, ez a harmadik versenyünk, a mesterfokú bajnokság. Mennyire volt nehéz a versenyzőket motiválni, hiszen ugye nagyon sokáig nem volt verseny, végül is Magyarország nyitott először, hiszen az első nemzetközi versenyt, a Szombathelyi Világkupát október elején rendeztük. Mindenki ide jött, és átölelt bennünket, és nagyon-nagyon megköszönték, hogy mi bemertük vállalni ezt a nemzetközi versenyt. A legborzasztóbb az, amikor egy tornász nem versenyezhet. De gondolom minden sportágban így van, de nekünk különösen. Ugye két részre van, az egyik rész, amikor elemeket tanulunk, és a fizikális fejlődésünk van, de maga a versenyidőszak, amikor átállunk a gyakorlatos edzésekre. De most nagyon-nagyon ki kellett hangsúlyoznunk azt, hogy itt lesz Magyarországon nemzetközi verseny, lesz országos bajnokság, lesz mesterfokú bajnokság, lesz Európa bajnokság. Tehát ezekkel mindig adtunk egy-egy időpontot, amire föl kell készülniük. Eljutottak oda, hogy ugye az első versenyünk még azért annyira nem voltak fényesek, a versenyzők közel egy évet nem versenyeztek, de most már az országos bajnokságon és meg a mesterfokú bajnokságon nem is láttunk, itt már azért sokkal jobbak voltak szép gyakorlatok, voltak elegáns gyakorlatok. Ezt meg kellett adni a versenyzőknek, mert nagyon-nagyon kell nekik. Következzenek akkor a 2020-as esztendő legszebb pillanatai. Forondon a régi idők tornárai! Karreleg és oldal! Remek! Térdbe esés! Nagy kunst! Tótága! Piac! És ez már a jelen, ismét itt vagyunk a TFS-e tornacsarnokában, Gyulai Gergellyel, a TFS-e vezetőedzőjével. Mennyiben változott ez a régi idők tornája? Van-e még egyáltalán itt a TFS-ében mindez? Sportág népszerűsítő céllal indítottuk ezeket a kampányainkat, ami nagyon népszerű volt, de időközben profilt váltottunk, és a versenyzésre helyeztük inkább a fő hangsúlyt. És hogyha jól tudom, sok minden megváltozott az elmúlt 5 évben, mióta itt jártunk, és egy egyedülálló dolgot is véghez vittetek itt a TFS-ében. Igen, ami egyedülálló a szakosztályunkban, amire nagyon büszkék is vagyunk, az az, hogy 7 szinten képezzük a versenyzőinket, illetve 7 féle célcsoportot képzünk, a rekreációs célú sportolóktól kezdve a serdülő válogatott szintig. Ebben megtalálható a másodosztályú versenyrendszer, az első osztályú versenyrendszer, a diák olimpiai versenyrendszerben is részt veszünk, és a MEFOB-ban is, tehát az egyetemi hallgatóknak a képzésében is részt veszünk. Suli mellett azért ez egy nagyon komoly megterhelés. Mi az a lendület, honnan szeditek azt az erőt, hogy hetente ennyi edzésen részt vegyetek? Hát, mert mondjuk élvezzük az egészet, és jó erőnléti feladatok vannak, szóval, hogyha sokat edzünk, akkor már kevésbé fogunk elfáradni például az iskolába, vagy máshol is.
A Magyar Ritmikus Gimnasztika Fellegvára az MTK Budapest RG szakosztálya. Az országban egyedülálló infrastruktúra mellé kiváló szakembergárda is társul. Meglátszik ez az eredményeken is, hiszen minden korosztályban esélyes versenyzőket és csapatokat indítanak. Egy majdnem 20 éves folyamatnak az eredménye, nagyon sok munka, kitartás és szorgalomnak a gyümölcse. Nagyon szerencsésnek mondhatom magamat, mert ez alatt a 20 év alatt nagyon jó kollégákkal áldott meg engem a Jóisten, akik nagyon lelkiismeretesen dolgoznak nap mint nap a klub és a gyerekek sikereiért. Úgyhogy ez egy hosszú-hosszú folyamatnak a vége, és én azt gondolom, hogy minket az álmaink vittek előre. Pignicki Fanni sok sportágat kipróbált, de a ritmikus gimnasztika lett az igazi szerelem. Ebben nagy szerepet játszik a zene, a dresszek és a számos szer. Szerintem sokat tudtunk előrelépni abban, hogy sokkal sűrűbb lett a gyakorlatom, mint tavaly, ami nagyobb, több figyelmet igényel, meg még több gyakorlást, de remélhetőleg ez ki fog jönni majd a versenyeken is. A 2020-as év elején az alapozások után egy nagyon váratlan helyzet állt elő. A legtöbb tornásznak otthon kell edzenie a kijárási korlátozások miatt. Minden klub próbálja minél kreatívabban megoldani a problémát. A Fradiban szereket adtak a sportolóknak, amiből kevés van, azt cserélgetik. Műsorunkban bemutatjuk régen, hogyan edzettek a klubban, és most milyen megoldásokat találtak. Az edzéseket is videócseten tartják, így hát az interjúkat is videóhívással online oldottuk meg. Puskás Jenő korábbi műsorunkban még edzést vezetett. 2015-ben váltóversenyt rendezett a Csarnokavatón. Most bemutatja, hogyan tudnak dolgozni a kijárási korlátozás ellenére, csarnok nélkül, otthon. Előtte való héten, ahogy ezt bevezették, azért már sejteni lehetett, voltak megbeszéléseink ezzel kapcsolatban. Aztán amikor beindult ez a kijárási korlátozás és bezártak a tornatermek, akkor nagyon gyorsan próbáltunk reagálni. Az első héten általunk kiadott edzéstervek alapján általában önállóan dolgoztak a fiúk, aztán pedig a szülőkkel tartottuk a kapcsolatot és megszerveztünk egy ilyen online kapcsolattartást a gyerekekkel is, és azóta online formában próbálunk edzéseket tartani. Kétszer edzek egy héten, és van otthon gombánk, azon körözök, ugrálók kötelezek, kézen állok. Ezen a héten gumiszalaggal a kezemre tettem, és ilyen gyógytorna gyakorlatokat csináltam, meg a lábamon is. Ugye gombán csináltam kört, Thomas kört. Én abban a szerencsés helyzetben tudhatom magam, hogy én tudok edzeni bent a Fradiban, ugyan eddig egy nap kettőt edzettem, összesen 6 órát, most csak egyet tudok, egy hosszú 4 órát. De én tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, mert én tényleg tudok edzeni és tudok fejlődni. A postás eséhez érkezett a szökkenő vándor, és az a jó hírünk van, hogy nem online, hiszen itt állhatunk már a tornateremben, és itt van velünk dr. Vörös József, a postás ese elnöke is. Elnök úr, mit szólsz hozzá, ugye a régi ismeretségre való tekintettel tegeződünk, hogy újra megnyithatott a tornaterem. Szeretettel köszöntök mindenkit, és azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, ennyi idő után újból itt látni a lányokat. Sokat szenvedtünk a pandémiás időszakban, nehezen tudtuk összeszervezni a dolgainkat, de hál' Istennek eljutottunk ide is. Nem csak az utánpótlásban, hanem most már a felnőtt versenyzők között is meghatározó a postás, és meghatározó a válogatott tekintetében is a postásban nevelkedett lányok munkája. Bácskai Csenge mondhatni a postásban nőtt fel. Úgy is mondta, mintha hazajárna, úgy jön. Edzésein az ugrásra fordítja a legtöbb időt. Azt szeretem a postásban, hogy hát igazából egy otthont is ad, mivel kiskorom óta szinte itt élek. A másik pedig az, hogy nagyon sok támogatást kapunk, amiért nagyon hálásak vagyunk, és szerintem ez a sok eredmény ennek is köszönhető. A győri AC büszkélkedhet Magyarország egyik legjobban felszerelt tornacsarnokával és az egyik legmeghatározóbb tömegbázissal is.
Napjainkban 140 fiú és 220 lány sportol a torna szakosztályban, ebből 50-50 fő az igazolt versenyző. Azt tudjuk mondani, hogy a város vezetésétől, illetve a sportközpontnak a vezetésétől lehetőség szerint mindent megkaptunk, hogy ne szakadjon félbe ez a munka. A sportszereket megengedték, hogy hazavigyék mind a férfi, mind a női vonalon a versenyzőink, és a gyerekek otthon tudták folytatni a munkát. A győri AC 3 versenyzőt is ad a felnőtt férfi válogatottba. Ők 2 hétig nem tudtak teremben edzeni, de feljártak Pestre a válogatotthoz. Igazából teljes mértékben 100%-os edzés volt. Igaz, hogy egy nap csak egyet edzettünk, hogy azért mégse toljuk túl magunkat, de igyekeztünk ebben az időszakban is a maximumot hozni. A teljes magyar női válogatott már a tornacsarnokban edzés, itt van velem Draskóczi Imre, a női válogatott szövetségi kapitánya. Kapitány úr, mit jelent ez számodra és az egész magyar tornasport számára, hogy itt a pandémiás időszak után újra együtt lehet a női válogatott? Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk egy nagy öröm. A dunai városiaknak sajnos a létesítményüket pont úgy van a felújítás, hogy a EB felkészülésünket egy kicsit ez most keresztezi, de abból a szempontból, hogy a válogatott együtt tud készülni, ez mindenféleképpen pozitív. Úgyhogy a dunaiorvosiakkal kiegészülve és a Békés Csabaiakkal, és itt most egy központi felkészülés van. A magyar felnőtt női tornász válogatott világviszonylatban kiemelkedő helyen van, hiszen az elmúlt hónapokban is teremben edzhettek. Visszaálltak a régi rendszerre, és napi 2 edzéssel készülnek a 2020-as versenyekre. Péter Sára beszélt nekünk a nehézségekről és az újraindulásról is. Nehézkes volt igazából szerintem amiatt, mert ilyen kétséges volt, hogy most akkor biztosan tudunk edzeni, vagy nem, és szerintem ez nagyon nehéz időszak volt mindenki számára, de egészen belerázódtunk, nehéz volt persze az újrakezdés, aztán meglátjuk.